Tisztelt Fonyódiak, kedves lakosság! Magyarország miniszterelnöke a mai napon bejelentette, hogy a hatályban lévő korlátozó intézkedések március 28-áig még biztosan fennmaradnak, aminek az az oka, hogy rekordokat dönt a halálesetek, a kórházban lévők és a lélegeztetőgépen lévők száma. A kormány továbbra is segíti azokat a szolgáltatókat, akik a legrosszabb helyzetben vannak jelenleg. Őket igyekszik bértámogatással, adókönnyítéssel segíteni. Továbbra is kérjük Önöket, hogy a szigorú óvintézkedéseket tartsák, tartassák be. Jelenleg kötelező a települések belterületein, közterületein az orrot, szájat eltakaró maszk használata, amelyet a hatóságok ellenőriznek. Ez alól kivétel a szabadtéri sporttevékenység, ahol azonban szintén be kell tartani a 1,5 méteres védőtávolságot. Tisztelt lakosság! A biztonságos élelmiszerellátásért továbbra is nyitva tartjuk a piacot, azonban ott is kötelező a védőtávolság betartása és a maszk használat. Kérem Önöket, a korlátozások betartása mellett látogassuk a helyi vállalkozásokat, helyi termelőket. A koronavírus elleni védekezés során több mint 3.200.000 honfitársunk regisztrált már a védőoltásra, és több mint 1.300.000 honfitársunk megkapta már legalább az első védőoltást. Kérem Önöket, regisztráljanak a vaccinainfo.gov.hu oldalon. Oltást az kaphat, aki regisztrál. Amennyiben van az Önök ismeretségi körében olyan személy, aki segítségre szorul, a www.fonyod.hu oldalon letölthető egy adatlap, amelyet postai úton a Vakcinainfo Magyar Államkincstár 1848 Budapest címre kell visszaküldeni. Még egyszer a borítékra azt kell ráírni, hogy Vakcinainfo Magyar Államkincstár 1848 Budapest. Tisztelt Fonyódiak! Segítsünk egymáson, vigyázzunk egymásra. Köszönöm a figyelmet!